A Kovács Gabriella és Telekes Balázs művésztanárok munkáiból nyílt tárlatot Fignár Zoltán nyitotta meg, aki köszöntőjében szólt az alkotókról és a kiállított munkákról is. Kovács Gabriella érdeklődésünkre elmondta, mind saját, mind Telekes Balázs munkáit változatos anyaghasználat jellemzi, és bár alkotásai különbözőek, a közös témák miatt mégis jól kiegészítik egymást. Nagyon hasonlóan gondolkodunk. Egy kicsit merészebb a Balázs anyaghasználata, érdeklődése inkább a kortárs művészet felé vezet. Én egy kicsit a hagyományos karaktereket kedvelem, a hagyományos témákkal, de mindketten a természetet, a társadalmat, a hétköznapi életnek az összes gondját visszük vászonra. Színesebb Balázs, érdekes módon pedig ő a férfi, én inkább a visszafogottabb színű vagyok. Változatos anyaghasználat jellemez mindkettőnket, én szobrászként is dolgozom, de Balázs is installációkat is készít. Az esemény végén Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte az alkotókat. A művésztanárok tárlata május 19-éig tekinthető meg.